Az erdők mellett egyre gyakrabban lehet találkozni a városokban is, a télen is itt maradó fák doktorainak is nevezett vakopáncsokkal, vagy ismertebb nevükön harkályokkal. Az ornitológusok szerint a beköltözés oka, hogy itt a ragadozóktól kevésbé kell tartani, és itt is találnak odvas, fészkelésre is alkalmas fákat. Az ornitológus kutatók azt is kiderítették, hogy a harkályok agyát a nagy erejű ütések nem károsítják, mivel azt egy különleges ütéscsökkentő burkolat védi. Másodpercenként 20 ütésre is képesek. Nézzük meg ezt lassítva is. Erős, hosszú csőrük elsősorban a vésésre és az udú kialakításra szolgál. A felkutatott rovarokat és lárvákat nem a csőrükkel, hanem hosszú, ragadós nyelvükkel emelik ki a fák mélyéről ezek a madarak. A városokban megtelepedett harkályok rendszerint a telet is fészkelő odúik környékén töltik, és jellegzetes kopácsolásukkal és színes megjelenésükkel a természetes környezet hangulatát idézik. Védelem alatt állnak, természetvédelmi értékük 25 000 forint.